A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, Keller János vagyok. Sokan feltették most a kérdést, hogy mit keresek én itt, mint műsorvezető. Ígérhetem önöknek, hogy egyszeri alkalomról van szó, és megismételhetetlen, úgyhogy én arra szeretném kérni önöket, hogy legyenek kedvesek átkopogni a szomszédba, illetve felhívni a rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy azonnal kapcsoljon mindenki a Férvár televízió műsorára, mert többet ilyet tőlem nem fognak látni. Amíg ez megtörténik, addig szeretnék önöknek átadni egy gondolatsort, ami arról szól, hogy nem számít, mit tervez az élet veled, a tiéd lehet nagy regény, alapjai évek, csúnyák vagy szépek, tőled függ, hogy az élet milyen. Hogy miért is hoztam ezt a pár sort, azt hiszem, hogy hülyen tükrözi azt, amiről és ahogyan mi beszélgetni szoktunk kedves barátaimmal, vendégeimmel, akiket most szeretnék önöknek bemutatni. Lengyel Zsófia, szeretettel köszöntelek. Én is, és a nézőket is. Engedjék meg, hogy Gábor atyának szólítsam Gábor atyát, szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Mielőtt a következő hölgyet felárom, megígérem, hogy nem fogom tőle elvenni ezt a műsort, és hogy akik most elkapcsolnának azért, mert nem ő a műsorvezető, itt van velünk Kovács Szilvia, szeretettel köszöntelek. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, mint vendég. Így van, és szeretettel köszöntöm dr. Cserpalkovics András polgármester urat, szervusz. Szervusz, és szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Általában úgy szoktuk kezdeni ezt a műsort, hogy Szilvi felteszi nekünk azt a kérdést, hogy nálatok Mizu, mi történt az elmúlt időszakban veletek. Természetesen engem is nagyon érdekel, hogy mi történt a kedves vendégeimmel, de én konkrétabban szeretnék rákérdezni mindenkinél az elmúlt időszakra. Engedjétek meg, kedves urak, hogy a hölgyekkel kezdjem. Zsófi, azt szeretném tőled kérdezni, hogy az elmúlt időszakban mi volt a legnagyobb boldogság az életedben? Hú, micsoda konkrét kérdés. Nagyon felkészült a műsorvezető, hozzá kell tenni. Legnagyobb boldogság? Keresnem kell, mert minden napra jut valami apró boldogság, de hogy mi volt a legnagyobb, szerintem mindenképpen az egyesületemmel kapcsolatos, hiszen ugye alakítom jelenleg a saját kis egyesületemet, annak egy közösségi tér irodahelységét, és ezzel kapcsolatosan állandóan érnek boldogságok. Nehézségek is hozzátenném, hiszen nem egyszerű egy egyesületet koordinálni, hozzá kell tennem zárójelben látásérőt személyként, de nagy kihívásként és boldogságként élem meg egyszerre. Úgyhogy szerintem ezt tudnám kiemelni, bármi, ami az egyesületem fejlődésével, előrehaladásával kapcsolatos. Köszönöm szépen, már mindjárt az első gondolatod megfogott, amikor is azt mondtad, hogy minden nap van valami öröm és boldogság. Szerintem ezt érdemes megjegyeznünk, erre majd később visszatérünk majd. Gábor atya, elmúlt időszak legnagyobb felismerése. Felismerés az. Talán azt tudom mondani, hogy az, hogy jó papnak lenni. És ez lehet, hogy furcsán hangzik, de most pont a hétvégén volt egy olyan misézési élményem, ami megint úgy nagyon közel hozta hozzám azt, amit csinálok, és amiben benne élek. Egy hát nagyon megrendítő élmény, legalábbis számomra az volt, és lehet, hogy talán hívő embernek kell lenni, vagy aki hívő ember, lehet, hogy jobban megjegyzi, hogy megérti ezt, de hogy a misének van egy nagyon szép része, amikor kimondom Jézus szavait, és fölemelem utána a kenyeret, az ostját. És hogy most volt egy ilyen élményem, hogy ez egy nagyon szoros találkozás, a csendben való találkozás volt. Nem is nagyon tudtam ott akkor éppen folytatni a misét, szóval folytatnom kellett a misét, de szívem szerint maradtam volna még ott úgy abban a csendben, csak hát éppen tele volt a templom, és hát az emberek azt várták tőlem, hogy folytassam tovább az imád, de hogy nekem személyesen ott az egy ilyen nagyon, nagyon szép élmény volt, és akkor most így újra megerősödtem abban, hogy jó az, amit csinálok, vagy szeretem azt, amit csinálok. Köszönöm szépen. Szilvi, az elmúlt időszak... Én félek. Mert nem szoktam hozzá. Na, igen. Az elmúlt időszak legnagyobb kihívása. Hű. Lehet ez.
Ez nagyon nagy kihívás, hogy itt most válaszolni kell a kérdéseidre. Zárójelben, bocsánat, hogyha egy kis műsorvezetői instrukciót adhatok. Majd meséljük el azért a nézőknek, ha majd ezzel a kérdéskörrel véget értünk, hogy miért van ez, hogy te ülsz itt? Ezt a végére tervezted? Jó, bocsánat, akkor nem szólok bele. No, tehát kihívás. Hát filmet forgatok. Nem kis volumenűt, az önkormányzat támogatásával. Úgyhogy ez most, igen, az a címe, hogy Haza, Lantai Mayer József szibériai hadifogoly naplója. Olvastam róla egyébként, csak természetesen, mint műsorvezető meg kell kérdeznem. Mikor lesz a bemutatója? Hát tervek szerint jövőre, a 17-es Honvéd Gyalog Ezred napján szeretnénk bemutatni. Most már ott tartunk, hogy jó pár nap forgatáson túl vagyunk, most szerdán. Annyit elárulhatok, hogy forgatunk egész délután és estében nyúlóan, és lesz egy ilyen nagyon kemény jelenetünk, amikor nem mondom el, hogy mi történik, de búvára és vízimentő csónakra van szükség ehhez, egy tóban. Úgyhogy két helyszínen is fogunk forgatni, és nagyon-nagyon izgalmas. Most még nem árulom el, mert akkor elmondanám az egyik fontos momentumát a filmnek, de nagyon-nagyon nagy izgalom és kihívás. Jó, akkor a következő műsoromban erre majd visszatérünk. Jó. Andrástól azt szeretném megkérdezni, az elmúlt időszak legboldogabb napja, pillanata. Hogyha most vissza kell idézned, amire évek múlva is majd szívesen gondolsz vissza. Mi volt ez? Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon jó volt, hogy ezen a nyáron együtt tudott lenni a család, és tényleg pár napot abszolút egymás társaságában tölthettünk el, és nyugalomba. Ugye ezt igazán én mindig utólag tudom kijelenteni, hogy nem csak, hogy néhány napra akkor elmentem Szabira, és elutaztunk, hanem hogy valóban nem történt semmi. És itt most volt a nyáron, júliusban egy olyan időszak, és régen voltunk már úgy, hogy ötösben és csak saját magunk pár napon keresztül, most ez megadatott, és ami nagy boldogság ezen belül különösen, hogy ezt a gyerekek kérték. És akkor Edinával egymásra néztünk, hogy akkor nagy baj talán nem lehetett a neveléssel, és amikor ez véget ért, akkor mondták, hogy jövőre is csináljunk ilyet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép pillanatok voltak. Ami pedig ez apukaként, igen. Polgármesterként, meg a királyi napokat én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem, hogyha úgy érzem a végén, hogy valóban szolgálta a közösséget, és tudta erősíteni, és úgy tudtuk ezt a kicsit fókuszált programsorozatot egyébként összkulturális programként a történelmi büszkeségünk tekintetében megvalósítani, hogy közben azt is megmutattuk, hogy ez ma egy szerethető város. És szerintem ez sikerült most ezen királyi napok alatt. Köszönhetően a sok-sok száz embernek, aki az élet különböző területein, intézményeinknél, vállalatainknál, civil szervezeteknél, önkénteseknél ezen dolgozott. Úgyhogy egy szép, szép időszak volt, azt hiszem, ez a nyár is. Mellette talán ezért is viszont rendkívül gyorsan elrohant. Arra is tisztán emlékszem, hogy itt ültünk és beszélgettünk, még akkor is, hogyha valahogy mások tették, máshogy voltak a kérdésfeltevők, viccet félretéve, de hát ez a nyár szinte nagyon gyorsan elment, és az évnyitó napján gondolkodtam, hogy szegény diákok, szegény gyerekek tényleg úgy élhették meg, hogy így elrohant az a néhány hét, és szinte most volt az év záró, most pedig már mentek az évnyitóra, és most már az első napokon is túl vannak. Köszönöm szépen, ezt megerősítettem, mert tényleg visszanéztem, áprilisban találkoztunk, és az a pár hónap, ez tulajdonképpen olyan volt így visszatekintve, mint hogy egy pár hét lett volna csak. De azt láttam, illetve olvastam is, és hallottam is, hogy mindannyiótok számára nagyon tartalmasan telt ez az időszak. És szeretnék egy témát felvetni mindenképpen, hogy mit, nagyon kíváncsiak arra, hogy mit gondoltok róla. Ez a social media felület téma, hogy végigpörgettem András például a te közösségi oldalad, rengeteg információt lehet megtudni róla, elképesztő mennyiségű dolgozol, nagyon sok eseményen, természetesen, mint polgármester, ott kell, hogy legyél, és ott is vagy. Azt gondolom, és ez nem a ti oldalatokról szól természetesen ez a gondolat, amit most megfogalmaznék, hogy nagyon sok káros hatása is van ennek. Ezt tapasztalom a mindennapokban, amikor fiatalokkal találkozom, hogy lehet-e kommunikálni élő szóval, vagy már csak a kütyű van a kezünkben, és azon keresztül vagy sem. Hogy szerintetek, mit gondoltok erről, hogy lehet ezt okosan használni? András, most visszafordulok hozzád. Hát nagyon komplex kérdés. Könnyű lenne a két végletet kijelenteni, hogy igen vagy nem, de valószínűleg mind általában ott középpen lehet az igazság. Ez is egy technológia, egy eszközrendszer, amit lehet jó dolgokra használni, értelmesen használni,
és lehet veszélyes és negatív dolgokra is használni. És alapvetően mindig visszajutunk oda, hogy az emberen múlik, hogy bármely technikát, akár a közösség médiát is mire és hogyan használja. És akkor visszajutunk oda, ha már a gyerekekről szó volt, hogy ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ne elmeneküljünk ezelől, hiszen ez a kihívás itt van. A gyerekeink ebben nőnek föl. Szerethetjük, nem szerethetjük, ahogy mondani szokták, nem osztottak nekünk ebben lapot, nem mi fogjuk itt eldönteni, hogy van ilyen felület, vagy nincs ilyen felület. A gyerekeink ezt használják. Fontos, hogy az edukációba ezt be tudjuk vonni, és kicsit mi is megértsük az ő világukat, ők pedig megértsék azt, hogy miben jó ez a világ, és miben rájuk komoly veszélyeket is hordoz magukba. És annyiban pedig legyünk szerintem mértéktartóak, hogy mi is azt hallgattuk gyerekkorunkban, hogy miért állandóan a tévét nézitek, és veletek már más nem lehet csinálni, mert csak a tévé előtt ültök, mi lesz így belőletek, aztán valahogy fölnőttünk. Most nem a televízió ez a bűvös szó, hanem a ketyere, az okostelefon, a simogatás, és attól, hogy milyen szavakat használunk. És közben pedig mi magunk is azt a példát mutatjuk, legyünk őszinték, hogy a mi kezünkben is rengetegszer ott van a telefon tőlünk, és azt látják a gyerekek, hogy mi is használjuk, mi is fölvesszük, amikor adott esetben nem kellene. Tehát oda-vissza lehet egymást egy kicsit nevelgetni, de nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet föl ezzel, maximálisan egyetértek, élhetik a fiatalok ezen az életüket, de az én azt tapasztalom sok esetben, hogy azért, amikor ki lehet menni focizni, akkor inkább kimennek focizni, amikor el lehet menni egyet bulizni, lehet menni a Fezerre, vagy el lehet menni Veszprémbe most koncertekre, vagy és most sorolhatnánk, hogy hova, akkor azért azt viszik magukkal. Csak lehet, hogy ők a pillanatot részben mi úgy gondoljuk, hogy elszalasztják azzal, hogy videózzák, és a TikTokra rögtön ki is teszik, ahelyett, hogy benne élnének abban a pillanatban. Majd meglátjuk, hogy mivé for ki. Valóban egyetértek, hogy sok veszélyt hordoz, de nem menekülhetünk el előle. Ez itt van, meg kell próbálni, ha már okos eszközről beszélünk, okosan használni, és a végső soron minden az emberen és az emberi minőségen múlik. Teljesen egyetértek, köszönöm szépen. Szilvi, két kislányod van. Szoktatok erről beszélgetni otthon? Tehát felkészítetted őket folyamatosan. Arra? Folyamatosan. És szabályozod ezt az otthon, hogy mennyit használhatják, mikor vehetik elő, mire használhatják, stb.? Volt egy idő, igen, amikor kellett, meg ugye van a különböző alkalmazások, ugye, amin keresztül a szülő is már tudja ezt szabályozni, mert mit tudom én, egy óra után letilt, hogy akkor most már csak ennyi idő van, és akkor anya, rakjál rá, légy szíves időt, úgyhogy ilyen is van, vagy volt. Most én azt mondom, hogy az egyik kislányomnál azt veszem észre, hogy ő abszolút nem, tehát hogy esténként veszi a kezébe ilyen egy órára, tehát őt már nem is kell szabályozni, mert neki saját igénye van arra, hogy inkább más csináljon. Szerintem ő teljesen tisztában van azzal, hogy a mai világban ez nem annyira létszükséglet, vagyis hát sok mindenhez az csak, hogy tudja ő ennek a velejáróit, úgyhogy ő jár külön zongorára, táncra, erre-arra, úgyhogy én örülök neki, hogy ő ilyenekben próbálja meg kiélni a valós életet. A másik kislányomnál viszont annak örülök, hogy van a kezében, mert hát ő ugye egy kicsit problémásabb gyerkőc, ahogy szerintem ti is tudjátok, és azt gondolom, hogy szerintem őt fejleszti, tehát a szemkész koordinációban, abban, hogy tud olvasni, tehát nála nagyon nehezen indult be az olvasás, az íráskészsége, kiválóan pöttyög, folyamatosan írja nekem a kis igényeit Messengeren, úgyhogy én ennek az ő részéről örülök, mert legalább megtanulta használni, és nagyon sok mindenben egyébként fejleszti. Annak nem örülök, hogy sok videót néz, amit nem biztos, hogy kéne, de például innen jött az, hogy nagyon sok török videót néz, és egyszer csak elkezdett magától törökül tanulni. És hogy, hát, hogy elképesztő, hogyha most ide jönne, akkor elmondaná neked a hétnapjait, a hónapokat, a számokat, egy csomó kifejezést tud, van, hogy kijön és egy egész mondatot elmond magától. Én nem foglalkozom ezzel egyáltalán, de ő saját magától így elkezdett törökül tanulni, és még lehet, hogy haszna is lesz belőle, és ezt is ugye a telefon segítségével. Igen. Gábor atya, talán megfogalmazhatjuk azt, hogy nálad talán a Covid ideje volt az, nem amikor felismerted ennek az igazi hasznosságát. Mondhatom ezt? Igen. Ugye, hogy élőben tudtatok például misét közvetíteni, igen, ami ez, meg az is az maradt, az megmaradt, ugye? Igen. Kialakultuk egy nagyon jó kis táb a plébánián. Ami folyamatosan persze fejlődik, és ez egy nagy rágódás volt ugye a feloldások után, amikor újra lehetett templomba járni, újra meg lehetett élni a közösséget.
hogy van-e egy létjogosultsága annak, hogy online misét tartsunk, hiszen a misének az mégiscsak a lényege az, hogy személyesen jelen lenni, az áldozás, ott vagyok, találkozom, és volt egy ilyen félelem paptársaimban is, amiket így visszahallottam, hogy hát akkor majd elkényelmesednek az emberek, nem fognak jönni a templomba, mert majd akkor otthon meg lehet nézni a misét, és akkor... De az látszik, hogy mondjuk az élő közvetítést 4-5 ember követi. Nem sok. Azt is látom, hogy persze vannak, akik esetleg utólag visszanézik, vagy nem tudnak élni, de azt is látom, hogy sokaknak segítséget nyújt. Tehát, hogy konkrétan tudok egy kerekesszékes barátomról, aki, ha nem tudják esetleg a szülői elvinni misére, akkor ezen keresztül követi. Tudok olyanokról, akik külföldre mennek, és nem tudnak ott helyben eljutni misére, és mondják, hogy akkor de jó, akkor legalább nézzük, hogy akkor mégiscsak otthoni íz, hangulat van, akkor így kapcsolódnom be, hogy valaki megbetegszik, nem tud eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan eszköz, amit nem kell engedni. Közben picit, amit az András mondott, hogy én abban hiszek, tehát még abban a korszakban vagyok, azt gondolom a koromnál fogva, hogy inkább hiszek az offline találkozásokban, mint az online kapcsolatokban. Az online kapcsolatokat úgy tudom inkább elképzelni, hogy azok egy kapcsolódási pontot jelentenek, de a valódi találkozás az élőben jön létre szerintem. És persze most itt is előjött az a fajta nehézség, mert ezt is látom, hogy egy csomó családnál van az, hogy a gyerekek kiköltöztek külföldre, Németországban, Angliában dolgoznak, és a szülőkkel gyakorlatilag úgy tartják a kapcsolatot, hogy neten keresztül. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy segítség, de azért akkor sem valódi. Szerintem talán veletek éltem meg ezt, vagy mi az utaz valamikor úgy kezdtük még, hogy ilyen online felület, és egészen más volt. Ott is találkoztunk egymással, de hogy egészen más volt élőben, valóban élőben összeim, pedig az is élő volt. És utána hogy vártuk tényleg a találkozást? Igen. Zsófi, annyit elárulhatunk a kedves nézőknek, hogy kihívásokkal élsz. Neked a mindennapjaidat segítik ezek az eszközök, ennek a használata hozzásegít ahhoz, hogy a mindennapjaid könnyebben teljenek, vagy sem? Teljes mértékben. Az online világ és az okos technika, azt gondolom, hogy a fogyatékossággal élők számára majdhogy nem kijelenthető, hogy 80-90%-ban pozitív, és pozitív a hozadéka. Ugye gondoljunk bele, hogy én már kézzel írni folyamatában tudok, de hogy ilyen krix-krax lesz és össze-vissza, az biztos, hiszen 1% látása, nekem ugye ez már nem menne. Viszont okos készülékek, beszélő programok, nagyító programok segítségével, ugye a mindennapokban is számítógéppel dolgozom, okos telefonnal dolgozom, bluetooth-os rákapcsolható billentyűzettel dolgozom, melyen 10 ujjal tudok ugye vakon gépelni. Tehát nekem személy szerint is, de azt mondom a sorstársaimnak is hatalmas segítség a technika fejlődése minden téren. Nekünk kinyitja a világot, kapásból a barátkozás, ismerkedés esetében is, hanem a munkavilágát vesszük. Nekem az volt az élmény, bocs, hogy belevágok, csak amikor hoztam ide Zsófit, együtt jöttünk ide a stúdióba. Akkor ugye cseteltünk, hogy hol találkozunk, és akkor kérdeztem tőle, hogy mondom, ha küldök neked emojit, akkor te azt is fogod majd tudni, hogy ez micsoda, és akkor mondta, hogy hát igen, bemondja a telefonja, hogy nyelvnyújtogatós motor. Szóval nem tudom, mit mond benne. Teljesen leírja, igen. Aha, és akkor aztán elárulod, hogy a csoportban Zsófi mit küldött, hogy jön ma a műsorba, és más lesz a műsorvezető, hogy kedves mosolyjel volt, vagy sírós arc, vagy... Na jó. Mosoly. Biztos, hogy szeretnéd tudni. Sírós arc. Tehát akkor megtudtuk, hogy mégse te leszel a műsorvezető, nagyon sírtunk. Köszönöm szépen. Akkor elárulod, hogy a kedves nézőket, hogy a Torony atya megtisztelt azzal, hogy elment a fodrászhoz, és hogy elkészül a frizorája. Papos, nagyon paposan öltöztem. Adást, a viccet félretéve, természetesen... volt? Köszönöm, András. Csapongok a témákban, nagyon sok mindent szeretnék tőletek kérdezni, de ha már színészként ülök itt, kíváncsi lennék arra, hogy az elmúlt időszakban mi volt a legnagyobb színházi vagy koncertélményetek, vagy olyan kulturális élmény, amire szívesen emlékeztek vissza az elmúlt időszakból. Most induljunk, Zsófi. Hát erre én mondhatom, és büszkén és őszintén, hogy nekem minden nap egy színház, hiszen ugye másodállásban én már egy éve dolgozom a Veszprémben, a Veszprémi Petőfi Színháznál, úgyhogy én nagyon közeli testi és lelki kontaktusba kell, hogy legyek a színház világával. Konkrét darabot is. Bármit, természetesen. Hát akkor erre most igazgatóhelyettes asszony nagyon büszke lenne, mert el kell, hogy mondjam, hogy a 6. szék című színdarab
egy nagyon jelentős témát feldolgozó előadás, a kiközösítésről szól diákok számára. Egy felnőtt képben mutatja meg az előadás, hogy egy életen átcipelték azt a tragédiát, hogy egy osztálytársuk, egy társuk az öngyilkos lett. És ugye elnézést, hogy ez ilyen mély lelki téma, de azt gondolom, hogyha már megkérdezted, akkor mindenképp ezt hozom ide, és nagyon fontos erről beszélni. Én magam, mint fogyatékossággal élő, az egész gyermekkoromat, diákkoromat érintette a kiközösítés és a beilleszkedésnek a nehézsége, és ezzel felnőtt koromban is mai napig küzdök, hogy egy társaságba be tudjak illeszkedni. Mindig kicsit én vagyok a fura lány, a fura nő, aki nem pont olyan, mint a többiek. És ez az előadás is egy nagyon-nagyon tanulságos dolog, azt gondolom, hogy minden fiatal és diák számára mindenképpen meg kellene nézni. Köszönöm szépen. Gábor atya? Nekem nagyon az a kulturális élmény jutott most csak eszembe. A Fezenen voltam kint, és talán ez volt most ilyet tudok húzni. De a Zsófi után már nagyon zavarva éreztem magam, hogy ide hozott egy ilyen nagyon komoly darabot. Én is voltam a Fezenen is, és Tom voltam is. Szóval nekem mint élmény az volt most itt a legutóbb, ami ilyen kikapcsoló, felszabadító élmény volt. Úgyhogy egyik barátommal voltam kint, és jó volt. És ott ugráltál az első sorban? Az első sorig nem jutottam el, de volt, amikor igen. Tehát hogy jobb, hogy nem lehet. Tehát én klasszikusan fölöltöztem, tehát ezen Fezen klasszikusan rockkoncert, fekete póló, farmer nadrág, mert mindenki úgy megy egyen pólóba, úgyhogy úgy mentem én is ki a koncertre. Nagyon jó. Szilvi? Fú, nekem egy kicsit több volt ennél. Színház az sajnos nem, és tudom, hogy már kaptunk ezért Dádát tőled, hogy a Tróját nem sikerült még megnézni, és én nagyon szeretném, hogyha majd egyszer olyan időpontban lenne, amikor tényleg jó is, mert pont hogy volt, hogy filmet forgattunk. Azt lehet, hogy elmesélhetem, hogy az egyik ilyen előadásnál pont a János nálad volt, illetve hát az eseményen, az előadáson, és közben mi nála az ő otthonában forgattunk, és vártuk, hogy jöjjön haza. Bocsáss, hogy közbeszólok, de nem véletlenül kérdeztem meg ezt a témát, persze én sem szeretem, hogy kérdeztem. És visszanéztem az előző adást, és András ott mondta nektek, hogy ígérjük meg, hogy együtt megnézzük a Jánost. Lebuktunk. És ez most nagyon vártam, hogy valaki fel fogja hozni ezt a témát, akkor megígértétek, hogy eljöttek és megnéztek, közületek csak az András nézett meg. De azért, mert neki bérlete van. De ő ígértem el! De az nincs megtiltva másnak se. Egyébként ebben az esetben még nem is bérletről van szó. Úgyhogy ezt direkt tettem fel, ezt a kérdést, megfontolt szándékot. Hogy én érzem? Sajnos ki kellett, hogy hagyjam. De ha színház, mondjuk most nem Vörösmarty színházas, de nagyon sok balettszínházas élményem volt idén, meg már tavaly is, mert egy párszor volt lehetőségem velük dolgozni, és voltam a Nemzeti Színházban is például, meg már egy másik... Bocsánat, hogyha a balettszínházban játszanék, akkor eljönnél és megnéznél? Igen? Én igen. Csúnya. Köszönöm szépen. Igen? De igen, akkor de jó keresztkérdés volt, nem? Akkor jelentkezek, hát kapok valami szólásányzat. De tudok segíteni, mert ugye én mint moderátor mentem oda beszélgetni közönségtalálkozóra, és hogyha most nagyon jól csináld ezt a műsort, akkor be tudlak ajánlani oda is. Mint balettáncos. Nem, igen, nem. Na, arra nem vártam. Nem, soknak megígértem, hogy elmegyünk, hogyha táncolsz, én mesélem neki, hogy mit csinál. Kapok, igen. Úgyhogy mi jelentkezünk a balett előadásra. Először gyertek az Vörösmarty Színházba, és majd utána igen. No, és akkor még emellett ugye az szerintem alap, hogy megvolt a Fezen is, de ugye volt egy nagyon jó Ákos koncert a nyár elején, amin nyilván azt nem hagyhattam ki. Voltam Guns N' Roses koncerten, Rúzsa Magdi koncerten, Majka koncerten, úgyhogy itt nagyon széles volt a paletta. És egyszer se tudtam eljönni színházba. Egyet rosszabb helyzetben sodrod magad. Sorolod, Szilvi, hogy mennyi mindent láttál. Én azt hiszem, hogy 6 alkalommal hívtalak, tehát 6 időpont volt, amiből egy se volt. Jó, köszönöm szépen a választ, András. Egyébként ez most nem érő adás, tehát hogy lesznek részünk, hogy ki lehet várni. Nem. Az a kérdés, hogy a szerkesztő mint gondol így erről. Van, így van, ezt majd megbeszéljük, igen. Én gondolkodtam rajta, hogy mondjak-e színházas, vagy egyáltalán városi kulturális életünkhöz kapcsolódó programot, mert nagyon sokat tudnék. Mondjad nyugodtan. De azért nem mondanám, mert hogy el kell áruljam, hogy amikor ott ülök a nézőtéren, ezt meg is szoktam kapni a közvetlen családtagjaimtól, akik elkísérnek, hogy én nagyon nehezen tudom idézőjelben csak élvezni, amit hallok, látok a színpadon, mert hogy én mindig izgulok értetek, mert hogy én úgy érzem, hogy ott az a kicsit a miénk,
nyilván a városi, nyilván az ember egy csomó háttérinformáció rendelkezik, ismer jól művészeket, nem csak a művészeket, hanem nagyon sok embert, aki mondjuk a színház épületében a mindennapokban dolgozik, úgyhogy én mindig csak úgy tudom nézni az arra, hogy jól sikerüljön, hogy minden rendben legyen, hogy mekkora a taps, hogy tele van-e a nézőtér, mert hogy megérdemlitek. Úgyhogy ilyen nem is ezt mondanék, hanem egy olyan élményt mondanék, ami még mikor beszélgetünk, nem tudom mikor kerülünk pontos adásba, akkor beszélgetünk, még előtte vagyok, ez egészen biztos. Mégpedig, hogy a régóta, és ez egy közös élményünk is szokott lenni, ugye létezik egy versünnep nevű igazi, mára szerintem mozgalommá fejlődött kis fiatalos program, egy évtizede, amiben évről évre nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal találkozhatunk a város középiskoláiból, akik jönnek és egy-egy szavallattal örvendeztetnek meg bennünket. Ugye van, aki ennek moderátora és műsorvezetője, van, aki többszörösen visszatérő zsűritag, és ez kapcsolódik mindig egy nyári tábor, és azt tapasztalom, hogy valójában aki a döntőbe jut, az már úgy érzi, hogy nyert, mert hogy elmehet a táborba. A táborban ráadásul találkozik más fiatalokkal, akik az előző években voltak, vagy akik éppen a Székely verstáborban vannak, mert hogy az Erdélyben van. És utána, amikor hazajönnek, akkor egy gálával kicsit megmutatják, hogy honnan, hova jutottak. És ez most idén, pár nap múlva a Múzeum udvarán megtörténik. Ráadásul Petőfi Sándor köré szerveződik, úgy hallom a műsor, a Petőfi emlékév keretében ez szerintem különösen izgalmas, és mindenkitől azt hallottam, hogy fantasztikusan jól sikerült a tábor, nagyon jól érezték munkat a fiatalok és az őket elkísérő felnőttek egyaránt. Ugye Kubik Anna ennek a szellemi szakmai vezetője, mégse kell őt azt hiszem, hogy ebbe a városba bemutatni, és nagyon sokatok munkája kell ahhoz, hogy ezek a fiatalok egyre jobban megmutathassák a maguk tehetségét, viszont ők ezzel élni szoktak, és egyre jobban gyakorlatilag kivirulnak, kibontakoznak ebben a mozgalomban, és nagyon várom, hogy most milyen gálát fognak nekünk adni, mások azért is, mert lehet, hogy ez a mozgalom megérett már egy városi kitüntetésre, és lehet, hogy ez a program valamilyen módon összekapcsolódik ezzel, úgyhogy ha most egy kulturális élményt kéne mondanom, akkor most szeretettel olyat mondanék, ami a adás felvételének pillanatában még biztos, hogy előttünk van, és többen azért kapcsolódunk ehhez a kis mozgalomhoz, és hát a Média Centrumnak köszönhetően pedig évről évre ezt rengeteg ember látja, utólag is visszakereshetők, és szerintem ez egy nagyon szép dolog. És ha még egyet kiemelhetnék, arra tényleg nagyon büszke vagyok, hogy az idei királyi napokon is egy olyan összművészeti kis kulturális, történelmi fesztivál jött létre, amit nagyon kevés magyar város mondhatna el, hogy gyakorlatilag saját erőből képes volt megszervezni, és itt most nem feltétlenül a pénzügyi részére gondolok csak, hanem hogy egyszerűen amit ott láttunk, és ami kulturális program elem volt, az valamilyen módon Fehérvárhoz, a fehérvári intézményekhez, hozzátok, személyetekben kötődik, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, mert nagyon kevés ilyen város van, amelyik ezt ennyire saját útfőből, saját szellemi, művészeti közösségeinek köszönhetően képes megszervezni, és ez egy nagy dolog, és többször is gondoltam rá, hogy új az erre a város büszke lehet, és érdemes ezt elmondani, mert nem biztos, hogy az emberek a mindennapokban ezt ott át is gondolták, hogy ez is egy fehérvári produkciós elem, az is, és valójában csak néhány vendégművészt kellett hívni, minden mást azt meg lehetett valósítani, azt is mondhatnám, hogy igazi varázslat volt. Egyetértek veled, egyrészt átéltem én is, másrészt visszatérve a versünnepre, ugye az előző műsort is azzal kezdtem, hogy számomra a tavasz, tudjátok, akkor kezdődik, amikor a versünnep megrendezésre kerül, és ez tényleg így van, tehát ebben semmiféle vicc nincs, hanem egyszerűen olyan pillanatokat élhettünk már meg a versünnepek alatt, főleg a döntők azok valami olyan hihetetlen izgalmak és olyan gyönyörűséges pillanatokat ajándékoz a hallgatóságnak, amit azt gondolom, hogy egy életen keresztül szerintem nem fogunk elfelejteni. Hányszor volt olyan, emlékezetek vissza, amikor megkönnyeztünk egy versmondást, és még a tap se csendült fel, mert egyszerűen olyan hatással volt ránk egy versmondás, hogy én sokszor nyeltem a könnyeimet, és nehezen tudtam megszólalni, mint műsorvezető. És hogy ez milyen emlék és milyen élmény, szerintem ez megfizethetetlen. Pont erről beszélgettem most nemrég egy nagyon kedves barátommal, hogy mekkora különbség van a között, hogy valaki elmondja a verset, vagy elszavalja a verset. Igen. És hogy nagyon szépen el lehet mondani megtanult szövegeket, és nagyon izgalmas hallani olyan szövegeket, amiben benne van az, aki elmondja. Annak kapcsán jött egyébként ez elő egy beszélgetésünkben, hogy milyen fura, hogy mondjuk a
népdalokban nagyon sok olyan van, hogy halál, meg szenvedés, meg, és hogy a gyerekek szájából hallani, ez nagyon idegen. És akkor így jutott eszembe, hogy versenyepen ezt is azért néha megtapasztaltuk, hogy egészen fiatalok olyan témájú verseket hoznak, amik nagyon messze vannak az ő saját korosztályuktól, és nehéz így hallani tőlük. De ha olyat találnak, ami mondjuk hozzájuk, ami köze van, amihez közük van, vagy valamiük találkoznak vele, akkor az meg tényleg az, amit mondtál, hogy megáll a levegő, és akkor ott meg se tudsz szólalni senki. És hogy mindig rácsodálkozunk arra is, hogy rengeteg értékes fiatal van, tehát tele értékkel, értékes gondolatokkal. Világ ide, kecsere világ oda, és hogy mégiscsak. De ugyanúgy értelmesek, tehetségesek, ügyesek, bátran. És hogy nagyon sokan vannak. És szeretik, szeretik az irodalmat, a költészetet, így, és van véleményük a világról. Így van, nem is akármi, és nem is akárhogy, és ezt ugyanezt elmondhatjuk az Atlantis programról, és amikor több száz diákkal dolgozunk együtt. Utólag el lehet mondani, hogy nem, igazán azért is jött az ötlet, hogy csináljunk az Atlantis programból egy ilyen diákszínház, színpadon, igaz itt a város összességében, mert úgy éreztük, hogy nem tudunk dönteni. Tehát ott voltunk zsűriként, és nem éreztük annyi úgy, hogy van, annyira tehetséges volt mindenki, annyira fantasztikus produkciók voltak, hogy méltatlannak éreztük, hogy A, B vagy C mellett döntsünk, miközben a többiek is megérdemelnék. Úgyhogy ezért gondolkodtunk egy ilyen nagy, mindenkit érintő közös díjban, meglátjuk, hogy a következő években ez hogy alakul. A következő kérdés szintén kultúrához tartozik. Én visszapörgetve az életem, mindig hálás voltam embereknek azért, hogyha ajánlottak nekem egy könyvet. Tehát, hogy ami neki erőt adott, vagy utat mutatott, vagy bármi segítséget az életében. Ezt elkezdeném én, ezt a témakört. És milyen érdekes, hogy ez most megint Fehérvárhoz fog kapcsolódni. Ugye nem sokára lesz Munkácsi kiállítás. És nekem az egyik legnagyobb élményem a Napszerelmese és az Aranyecset című könyv, ami ugye Munkácsi életéről szól. Elolvastam a két kötetes regényt, és utána láttam egy Munkácsi kiállítást. És az életem egyik legkatartikusabb élménye volt, amikor ott álltam egy festmény előtt, és tudtam, hogy ez hogy készült, hogy festette, mi történt akkor az életébe, hogy egy más arcában meg felfedezheted a saját arcát, a saját önarc képét, hogyha elolvastad és tudtad, hogy ez arról szólt, ez egyik legszebb élménye volt az életemben, hogyha ajánlni kellene egy könyvet a kedves nézőknek, ami nektek segítség volt az életetekben, mi lenne az? András. Nagyon nehéz, tudom. Egyet azt nagyon nehéz mondani. Nyilván, hogyha egyet mondunk, de akkor egy adódna nagyon, de azt Gábor atyára hagyom, biztos, hogy egy könyvről beszéljen. Nyilván azt gondolom, hogy a Biblia az egy olyan valami, ami nyilván sokkal több, mint könyv. Tehát ezért nem azt citálnám most ide erre a válaszra, de hagyd mondjak kettőt. Rengeteget olvasok ugyanis, amikor csak tudok olvasok, és ez rengeteg könyvében van. A legtartósabb is, amit sokszor elolvastam, még akkor is, ezt manapság nem annyira divat elmondani a sajnálatos és tragikus háborúkán, nekem Tolsztoj Háború és békéje az egy örök élmény, bármikor a kezembe tudom venni, és bármelyik része fantasztikus, az óriási, több tíz oldalon tartó leírások is szerintem óriási élményt tudnak adni, és hogyha valamikor a fantázia, a világ fejlődik, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen kötet ezt nagyon tudja mondjuk tinédzser korba. De, és azt én mondom, mert akkor nem volt kötelező olvasmány, ezért olvastam el, és ezért valószínűleg ezért is szerettem meg nagyon, úgyhogy nekem az egy nagyon-nagyon fontos könyv, és mindig várom, amikor filmes adaptáció van, hogy lehet ezt a fantasztikus, zseniális könyvet filmben bemutatni. Azt gondolom nehéz is egyébként. Igen. De most egy nagyon-nagyon frisset mondok, ha már Munkácsira utaltál, és vele kapcsolatban egy regényt említettél, akkor most Szentgyörgyi Albertről jelent meg nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt egy regény, egy szegedi kiadó részéről, az első kötete, tehát ez a Háborúig visszel bennünket az ő életében, az ő életén keresztül bemutatja nyilván a Nobel-díja kapcsolatos tudnivalókat, az odáig vezető utat, a családi hátteret, de közben a kor politikai, történelmi, kulturális, oktatási viszonyait is, tehát egyfajta korrajznak is tekinthet, úgyhogy nagyon várom, hogy ennek majd a második kötete is megjelenjen. Bízom benne, hogy ez hamar meg fog történni, úgyhogy ha te Munkácsi, akkor én most hagyd mondjak egy Szentgyörgyit, szerintem az is nagyon-nagyon izgalmas.
és ha már munkácsi, akkor azért mondjuk azt, hogy hamarosan nyílik az a bizonyos munkácsi kiállítás, közel 90 munkácsi festménnyel, és lesz benne egy meglepetés is. Ennyit már elárulhatunk. Megnézem. Mind a kettő megleptek bennünket, a Szilvi is, meg te is. Igen. Engem. Nem, csak hogy a Szilvi kapcsánja volt, hogy a filmet mondta, hogy ha elárulom, akkor az meg lesz meglepetés. Uh-huh. És azon nekem is ki kell most már találnom valamit, ami meglepetés lesz majd. Én is gondolkozom, nem igen. Azért ismerjük egymást egy pár éve, igen, de nem tudtam, hogy ugyanaz a kedvenc könyvünk. Tehát, hogy komolyan, én most teljesen ledöbbentem, én a munkácsit akartam, munkácsiról szóló könyveket mondani. Én ezt nagyon régen olvastam, még nem is, tehát semmilyen kötelező jellege nem volt, csak otthon volt a polcon, és akkor egyszer csak így elolvastam, ilyen 18-20 éves korom körül, és nekem nagyon, tehát nekem ez minden. Úgyhogy én még nem voltam munkácsi kiállításon, de nagyon várom, és amikor meghallottam, akkor mondtam, hogy úristen, akkor ott a helyem. Viszont, hogy akkor már ne ilyen klasszikusokat említsünk, akkor mondjuk mondok egy kortárs írót, sajnos aki az én szívemhez nagyon közel áll és magyar, az Kovács Ákos. És ugye bemutattuk tavaly a novellás kötetét, és nekem az nagyon mély nyomot hagyott tényleg, tehát én szívből tudom ajánlani. 17 novellából áll, és fantasztikus írások egytől egyig mind. Köszönöm szépen, Gábor atya. Nehéz helyzet vagyok én is, mert nagyon szeretek olvasni, nagyon sokféle, és nagyon széles a paletta, hogy mi az, amit most ide hozzak. Az egyik, ami nem talán lehet, hogy kicsit poénosnak tűnik, de hogy így még felnőttként is újra gondolva nagyon sok eszembe jut róla. Ez nem egy komoly könyv, de nekem nagyon meghatározó. De valamikor harmadik osztályos koromban találkoztam először egy skifivel. Ez a Galaxis úti kalóstoposoknak című könyv, amit akkor gyerekfejjel olvastam, és akkor úgy nagyon viccesnek tartottam egy-két jelenetet, és így nagyon érdekes, hogy így most már közel 50 évesen újra meg újra fölidéződnek bennem a könyvnek egy-egy története, és hogy ez a groteszk írás, ez mennyire valóságos problémákat, kérdéseket tud felvetni. Ugye nagyon sokszor a prédikációba is beveszem. Ez az egyik, ami nekem azt mondom, hogy meghatározó élmény. A másik szintén egy skifi, és az egy szintén egy komolyabb írás. Egy egész univerzum már nőtte ki magát, ez a metró univerzum, ami a moszkvai metróba játszódik. Egy társadalom alakul ki gyakorlatilag egy atomtámadás után, akik lemenekülnek a metróba, hermetikusan lezáródik az a belső világ, és hogy különböző politikai pártok, csoportok alakulnak ki, ahogy az emberek működnek maguk között, a kereskedőktől a nem tudom, harcosokig mindenféle, és hogy a főhősnek ezen a világon kell keresztül vergődnie és jutnia, hogy eljusson a céljához. Ez is egy ilyen nagy élmény. És akkor ami meg így a komoly élmények, vagy inkább a lelki élmények vonala, az a... Most az a vagy a könyvnek a címét nem fogom tudni megmondani. Pusztina, igen, az a címe. Ez egy Amerikában élő milyen szerzetes közösségnek a szabályzata élete, aminek a gondolatának a középpontjában a csend, az elvonulás, az egyedüllét, az egyedül Istennel lét van, és nagyon-nagyon szép gondolatok vannak benne a csendről, az elcsendesedésről, tehát hogy ez a vonal. És akkor még kettőt hadd mondjak, mert tudom, hogy egyet kérted, de most kettő még, csak hogy ide hozzam, hogy szintén egy nagyon izgalmas, hiszem az a cím, hogy a Fák titkos élete. Egy német író, erdész író írta le tulajdonképpen a fák világáról, hogy ez az élő világ, amit mi ilyen nagyon egyszerűnek ismerünk, milyen bonyolult rendszer, és hogyan kommunikálnak egymással, hogyan védik egymást a fák, hogyan üzennek, hogyan állnak ellen a különböző külső hatásoknak. Egy olyan világ tárul föl, ami itt van körülöttem, és soha nem álltam így meg, és csodálkoztam rá arra, ami van. És van még egy, ami nekem külön izgalmas, mert aktuál politikai szempontból izgalmas. 16-ban íródott ez a könyv, az a cím, hogy Üllő és Kalapács között. Nem tudom, hogy mennyire találkoztatok vele, ez az ukrán politikai helyzetről, az akkori helyzetről íródott ez a könyv, és nagyon izgalmas a mostani történések fényében olvasni, hogy 8 évvel ezelőtt, 7-8 évvel ezelőtt valaki hogyan látta azokat a mozgásokat, helyzeteket, amikkel most nap mint nap találkozunk. Úgyhogy most
ez úgy minden úgy ott van az életemben. Köszönöm szépen, Zsófi. Én kicsit onnan kezdeném a fonalat felpendíteni, hogy látássérültként a modern technika mekkora nagy lehetőség. Én nekem nagyon hiányzott az olvasás, amikor elment a látásom már annyira, hogy könyvet nem tudtam a kezembe venni és olvasni. Mai napig így fogom a könyveket, és néha eljátszom, hogy olvasom, de általában a fejjel lefele fogom amúgy tipikusan, és akkor röhögve rám szólnak, a Zsófi legalább rendes irányba fogad azt a könyvet. De hála Istennek a modern technikának köszönhetően éppen most, egy hónapja, hogy le tudtam tölteni egy olyan alkalmazást, ahol 6000 könyv van fent, hangos könyv formátumában, és én nagyon szeretek olvasni. Nekem a 2016-os sikertelen Riói Paralimpia feldolgozásában például az olvasás segített. Látássérültként ugye minket a filmek nem igazán kötnek le, hiszen ugye a látványvilágra vannak építve, viszont a könyvek ugye írott szöveg, hallgatjuk, és teljesen mi magunk tudjuk, vagy a maradék látásunkkal, vagy a nem létező látásunkkal, de el tudjuk képzelni, hogy mi zajlik pontosan, és mi alakítjuk ki a kis filmünket a könyvekhez. Ezért én nagyon-nagyon-nagyon szeretek olvasni. Jelenleg napi szinten olvasok, amikor csak tudok, az utazásaim, ingázásaim közepette mindig könyvet hallgatok, és ez egy hatalmas élmény számomra. Most, amit legutóbb olvastam, és elgondolkodtatom, mert persze nagyon sok nőies, tinédzseres, még akár szerelmi történetet, mindent olvasok, ami csak szembe jön, de ami nagyon elgondolkodtatom, ez a Beszüremlő fény című könyv. Az embertársaink segítéséről szól, és arról, hogy miért különböztetünk meg embert embertől. Nagyon tanulságos. Ez nagyon jó téma, azt hiszem, hogy erről külön készítettünk egy műsort. Köszönöm szépen. Visszatérve egyébként hozzám, természetesen nem csak ez egy könyv van, amit nagyon-nagyon szeretek, csak próbáltam ugyat kiválasztani, egy nagy élmény, és most adásul Fehérvárhoz is köthető, de annyit elmondhatok, hogy a legnagyobb élmény nekem mindig az életrajzi regények. Tehát én azokban nagyon-nagyon sok erőt tudok meríteni a mindennapokhoz. Most hirtelen megint eszembe jutott például a Puccini élete, Bohémek és pillangók. Tehát az ember elolvas, és utána újra hallgatja az operáit, egészen más megvilágításba kerül, és hogy ez többszörös élmény, nem csak az addig tart, amíg elolvasol egy könyvet, hanem utána is. Miért is hoztam fel ezt a témát? Én azt végignéztem több adást, ami velünk készült, és szerintem szerintelenség nélkül mondhatom azt, és mondjátok, hogy igazam van, vagy nincs, hogy azért minden adásban sikerült olyan témákról beszélgetnünk, vagy olyan gondolatokat megfogalmaznunk, ami talán segíthet az emberek mindennapjában, és azért is hoztam fel különböző témákat, például a könyv, színház, hogyha valaki mondjuk most csak az egyik könyvet előveszi és elolvas, én azt gondolom, hogy akkor már érdemes volt beszélgetnünk. Szilvia lelkemre kötött, hogy figyelem kell az órát, és hihetetlen, hogy mennyire repül az idő, és még annyi mindent szeretnék tőletek kérdezni, úgyhogy nem is tudom, hogy mi legyen az a legfontosabb témakör, amit mindenképpen szeretnék még érinteni. Természetesen nem beszéltünk igazából az elmúlt időszakról, akkor azt gondolom, hogy kicsit beszéljünk a jövőről, hogy mi vár rátok a következő időszakban. Zsófi, mire készülsz? Én mindenre is, hogy szlengel fogalmazzam meg a dolgokat. Természetesen indult az iskola szezon, úgyhogy az önkormányzati érzékenyítő programok kezdődnek. Idén nagyon remélem, hogy a középiskolákra, a nagyobb korosztályra fogunk hangsúlyt fektetni, hogy ő nekik mutassuk meg a fogyatékossággal élő emberek és embertársaik életét és világát, illetve azt, hogy lehet nekik segíteni. És hát természetesen az önkormányzati munka mellett szintén a városhoz kötődvén, az egyesületemmel nagyon remélem, hogy idén meg tudom nyitni, úgymond, a közösségi teremet, irodahelységemet, ahova majd minden szimpatizáns, akár fogyatékossággal élő, akár épp embert várunk, aki a mindenki képes, és mindenki másképp szellemiségben tud hinni, és ezzel tud azonosulni. Illetve ezzel párhuzamosan ugye nagyon remélem, hogy megindulnak majd a klubnapok, illetve az olyan programok, amik élményt adnak a sorstársaimnak, a fogyatékossággal élő emberek számára. Köszönöm szépen. Jábor atya? Ezen gondolkodtam, hogy igazából most ilyen nagyon különleges dolgot nem tudok így idehozni, amire így nagyon készülnék. Azt hiszem, hogy most így ezek a szürkének szoktuk nevezni, de nem is annyira szürke hétköznapok vannak, amik így előttem vannak. Tehát, hogy most se ilyen nagy ünnepség, se ilyen nagy program. A saját személyes életemben sincsen most ilyen nagy tervem, hogy most nem tudom, éppen valahova elmenjek tanulni, vagy képződjek, hanem most egy kicsit ilyen nyugalmasabb időszak van. De befejezted most az egyetemet, vagy most fogod befejezni? Befejeztem, igen. Sikerült, tehát most júniusban? Igen. Gondolom jeles lett a...
Igen? Nem. Erről nem beszélünk. Nem, igazából nem titok. Tulajdonképpen abba hagytam, és nem befejeztem, mert úgy gondoltam, hogy ugye most lett volna az utolsó fél éve ebbe a képzésbe. Olyan témákról jöttek elő, olyan feladatok voltak előttem, amire úgy éreztem, hogy én most nem tudok választani, nem tudom ezt most megoldani, és ezt tartottam most jobb megoldásnak, hogy akkor most felfüggesztem így a tanulást. De be fogod fejezni, vagy most egy időszakra? Nem hiszem. Nem, mert ugye ez a képzés az arról szólt, hogy tehát amit én kaptam a képzésben, az nagyon jó volt. És nagyon hálás vagyok a Sotérnak, a Mentálhigiénés Intézetnek, hogy ezt a képzést, hogy ez a családházasság lelkimondozói képzés volt. De ugye én alapvetően nem azért mentem, hogy én családterapeuta legyek, hanem azért mentem, hogy ez úgy volt megkérdett, hogy rendszer szintű, rendszer szemléletű házasság és család lelkimondozói képzés. És hogy engem inkább ez a rendszer szemlélet volt az, ami érdekelt. És most jutottunk el abba a szakaszba, hogy szakdolgozat, aminek az lett volna a két irány volt, vagy egy párnak a lelki gondozása, egy házas pár lelki gondozásának, és arról készült jegyzőkönyvek feldolgozása, vagy egy párnak egy plébániai programba, vagy egy pasztorációs programba, vagy bevonás és az ő alakulásuk. Csak nekem így konkrétan házas párokkal nincs lelki gondozói tevékenységem, tehát személyes egyéni beszélgetéseim vannak. És azt éreztem, hogy most így megerőlthetem magamat, vagy izmozhatok azon, hogy mindenáron legyen erről egy szakdolgozatom, hogy mindenáron keressek magamnak egy pár, de hogy az nem lett volna igazi a részemről. Viszont más irányban meg nem tudtam volna most tovább lépni, és azt gondoltam, hogy akkor ez most így nekem, akkor eddig vállaltam ezt a történetet, és nagyon gazdagított, nagyon jó volt, de hogy akkor itt most ezt így nem folytatom. Igazából ilyen prózai a válasz erre. Értem, és abszolút elfogadható. Szilvi, azt tudom, hogy számodra most új kaput nyílnak, ugye kezdődik a iskola, becsengettek. Igen, be is rezeltem, mert hogy ugye engem is felvettek most az egyetemre. Milyen sokan HR szakra, igen. Sokan meg szokták kérdezni, hogy miért pont HR, és nem tudtam válaszolni, képzeld el. És egyszer csak pár héttel ezelőtt jutott eszembe, hogy ja, dehogy nem tudom, hogy miért. Most megint titokzatos leszek, mert annyira nem fogom elárulni a részleteit, de az a lényeg, hogy idén is tervezünk Ölelés az elfogadásért című programot, amit majd az Andrással szeretnék is megbeszélni, hogy hogyan valósítsuk meg idén. És ehhez kapcsolódóan lennének még további terveim. És ehhez nagyon jól fog jönni majd a HR, nem is a diploma, hanem azok a képességek, amiket itt most majd megszerzek, tehát például munkajog, nem tudom, ilyen vezetés, coaching, mindenféle gazdaságfejlesztés, meg mindenféle dolog lesz benne, úgyhogy ezeket most én ilyen tudom, hogy most már tudom, hogy miért akarom tanulni, mert eddig csak úgy volt, hogy jó van, válasszunk valamit, most akkor képezzem magam, mert a Keller János azt mondta, hogy ezt simán meg lehet csinálni. És ugye ezt mondtam az előző műsorban, hogy mondtam, hogy hát ha neked ez így a színház mellett megy, akkor nekem is két gyerek meg munka mellett miért nem menne. Úgyhogy ezért vágtam bele a fejszínt, illetve hát most már tudom, hogy miért vágtam bele, de még pár héttel ezelőtt úgy volt, hogy hát nem is biztos, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert hát pénteken, szombaton nem tudok Pestre járni. És kiderült, amiért egy kicsit te irigykedsz is rám, azt már megbeszéltük, igen, hogy online lesz az egész, úgyhogy ezt így simán otthonról így el fogom tudni szerintem. A vizsgák az más kérdés, de ez az egyik ugye most, ami terv, a másik pedig az, hogy hát ugye csináljuk a filmet gőzerővel, azt nagyon várom az összes forgatást, mert nagyon izgalmas mindegyik, kicsit más csinálunk, mint ugye a hétköznapokban, meg hát nyilván ugye ennek a bemutatója, úgyhogy ezt nagyon várom, ilyen most már nagyon sok titokról vannak. Kell majd beszélni, úgyhogy nem tudom, kedves nézőim, lehet, hogy még egyszer leszek műsorvezető, mert titkokat fel kell ugye fedni, tehát nem hagyhatjuk úgy a kedves nézőket, hogy nem tudják meg a válaszokat, úgyhogy újra kell majd tárgyalnunk arról, hogy lehet, hogy még egyszer leszek műsorvezető, nem biztos meglátjuk. András? Hát apukaként nyilván a szeptember eleje az mindig izgalmas, úgyhogy szerintem mi minden családban mi is azon szurkolunk, hogy szépen minden visszakerüljön a rendes kerékvágásba már, ami az iskolai kerékvágást jelenti, ez Edina tanár, tehát ez rá is vonatkozik, és a három gyermekre is, az általános iskola, középiskola és egyetem, tehát mind a háromból van egy-egy, de azt mondom, hogy szerintem mindenhol természetes.
Városvezetőként én pedig azt kívánom, hogy semmilyen rendkívüli dolog ne történjen. Tehát én már nagyon várnék arra az elmúlt évek után, szerintem mindenki érteni fogja miért, hogy egy normális néhány hónapot eltölthessünk a világban, semmi nagy és váratlan dolog nem történik, hanem csak élhetjük városként is, közösségként is, egyénként is a mindennapi normális, megszokott életünket. Néha már egy kicsit unatkoznék, mert az is talán ránk férne. És azért persze bízom benne, hogy az őszi nyugalom után ott lesz majd az adventi időszak, hogy megint egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit a közösséget erősítsük, sok szép lelki programmal, sok gyermeknek a megszólításával, család megszólításával, hogy az meg mindig izgalmas, és hát ugyan még csak szeptember elejét írjuk, de hát ilyenkor már annak gőzerővel zajlik a tervezése, meg nyilván a szervező munka, úgyhogy hamar ide fog érkezni az adventi időszak is, annyit elárulhatok, hogy ott is lesz néhány új és szép meglepetés. Még egy titok. Kedves televíziónézők, nekem is vannak titkaim, amit most nem fogok elárulni. Azt viszont mindenképpen, amire Szilvi utalt, hogy miért is vagyok ma én a műsorvezető, talán akik követik ezt a műsort, tudják, illetve megszokták, hogy mi így öten gyakran találkozunk. És a múltkor kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk egymás szakmáját, hivatását, és így esett rám a választás, hogy elsőként ebből a csapatból én lehettem a műsorvezető. A következő adásban, amikor ez a csapat újra együtt lesz, akkor egy másik műsorvezetőt köszönhetünk. Nem ez tudom, titok. Hogy ez nem lesz titok. Én azt javaslom a kedves vendégeimnek, hogy szerintem beszéljük meg, hogy ki legyen a következő műsorvezető ebből a csapatból, hogy ezt már most bejelenthessem a kedves televízió. Jó, egy kulisszatitkot el lehet árulni. Igen, természetesen. Hogy a műsor előtt azt beszéltük meg, hogy megbeszéljük azt, hogy ki lesz, majd utána úgymond látszatvitát folytatunk. De az az érdekesik, hogy úgy ültünk le, hogy a végén nem jutottunk semmire. Hát valójában nem beszéltük meg, hogy ki lesz, bár talán ha adventi időszak, akkor a Gábor atya fele orientálódott a dolog, de végül is nem zártuk le ezt a kérdést. Mert előtte a Szilvi meg ugye, javasolta ami biztos, azt. Hogy a Szilvi és én nem lehetek, tehát három kedves versenyző maradt, Zsófi, Gábor atya és polgármester úr, tehát Szilvi, ezt eldöntjük mi ketten, vagy jelöljük ki, mint műsorvezetők, hogy ki legyen az utódunk, nem? Hát. Elfogadjátok? Vitatkoztok velünk? Vagy közösen megszavazzuk. Vagy valamiként jelentkezik. Az a kérdés, hogy legyen-e vita a vitáért. Igen, szavazzuk meg, és akkor lehet tartózkodni is, nem? Nekem azért javasolnám az Andrást, és majd miért megmondjuk az érveinket, mert ugye az ugye advent, tehát nagyon közel vagyunk az új év kezdetéhez. Igen. És hogy akkor egy polgármester, aki bevezet bennünket az új évbe, az milyen jól hangzik. No, de az advent az, meg voltam, de advent az meg milyen jól illik mondjuk egy templom nyugalmához és békességéhez. Ez is jó ok, viszont igen. Én azért gondoltam volna az Andrást, mert hogy úgyis akkor elköszönünk az évtől, az évattól, kis szünetre megy ugye ilyenkor a Mizó is, és akkor ezt így gondolnám, hogy... Kérdezzük meg Zsófit. Én először András, polgármester úr fele hajlottam, aztán Gábor atya fele hajlottam mérleg, úgyhogy most már ilyen összezavarodásban vagyok. Én az advent időszak és a lelki béke és az ünnep, és hogy úgy tudjunk elmenni az év végén egyet a családunk és a szeretteink körében lenni. Én Gábor atyát mondanám most, és majd az új évben polgármester úrat. Értek, de akkor utána Zsófival folytassuk. De most akkor zárjuk a kört majd. Pontosan hol tartunk, hogy akkor... Zárnánk a kört? Hát ma utána, úgy értve, hogy a Zsófi után zárnánk velem a kört, és akkor néha te is vezethetsz műsort. Hát akkor utána mindig, utánad visszajut rám a sor. Igen. És akkor utána megyünk tovább. Jó, de akkor csináljuk úgy, hogy beülsz a polgármesteri székbe, és onnan csináljuk. Igen, ugye azt beszéltük meg, azt ígértük a kedves nézőknek, hogy nem csak mint műsorvezető próbáljuk ki magunkat, hanem hogy egy kicsit betekintést nyerhetünk a kedves vendégek munkájába, tehát ugye elmehetünk a Városházára, András... Sőt, hát azt sem titok, hogy azt is kitaláltuk, hogy mi lenne, ha fölülnénk a színháznál a nagy színpadra, és ott akár közönség előtt is beszélgetnénk egyet. Így van. Szóval nagyon hogy ebben maradtunk, vagy nem maradtunk? Hát rajta leszünk akkor, hogy meg... Igen, nagyon sok ötletünk és tervünk van, úgyhogy mindenképpen... Én arra szeretném kérni a kedves televízió nézőket, hogy kísérjék figyelemmel a Nálatok Mizu adásait, természetesen nem csak ezt, hanem a Félvár Televízió összes műsorát, ugyanis a titkokra
hamarosan fényderül. Én köszönöm szépen, hogy eljöttetek a mai műsorba, és vállaltátok azt, hogy egy bocsinált műsorvezető lesz a mai kérdezőtök. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Mi köszönjük és neked. Köszönjük. Nekem. És egy idézettel kezdtem a mai műsort. Én azt gondolom, hogy akkor egy hasonló idézettel is zárnám le. Ez nagyon fontos megemlíteni, hogy az idézet Matúz János írta, Horváth János írt hozzá egy nagyszerű zenét ehhez a Schliemann Trója című darabhoz, és a darab végén azt mondom, és azt gondolom, hogy ez talán lehet erő a mindennapokhoz, ami úgy szól, hogy ne felejtsék, legyen bármilyen fekete az ég, legyen bármekkora is az a vihar, mindig lesz maguk mellett egyetlen szálldeszka, amelyben az életük megkapaszkodhat. Viszontlátásra! 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 A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.